Most sziasztok srácok. Elég is a minőség. Nem tudok mit kezdeni. Gondolkoztam nagyon sokat erről a Youtube-os dologról, meg úgy mindenről. És arra döntöttem, hogy hát figyeljetek. Jó volt minden, de lehet, hogy nem feltétlen lesz olyan sok tartalom a csatornán. Gondolkodtam azon, hogy átmegyek egy más platformra esetleg Twitch-re, vagy Facebook-ra, de nem tudom, hogy lenne-e értelme ennek a dolognak. Avagy folytassam ugye ezt a streamelgetést, hétvége stream, kedves csütörtök videó. Vagy gondolkoztam egy teljesen más dolgon, amit ugye jó páran csinálnak már Magyarországon. Hát, hogy is mondjam, mi ez? igazából van, aki nagyon sokan trash tartalomnak gondolja. Én nem gondolom trash tartalomnak, mert ezek az emberek, mint például, tehát megtaláltam édesanyámat a minecraft stb. 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 Ez ugye kisebb korúaknak, hát hogy is mondjam, kisebb korúaknak gyártanak tartalmat. Nagyon sokan vannak, nagyon sokan, és gondolkodtam, hogy én is belevágjak-e ilyen dolgokba egy ugye, hát figyeljetek srácok, ezt már, ezt már nagyon sokan tudják, hogy ez már rég nem arról szól az ők, ők részükről, hogy tartalom tartalmat gyártsanak, mivel jó páran tudják, hogy ők azért ők, hát több, több, több százezer forintot se be, van aki több milliót, ezzel ugye a magyar közösségben is, igen, akármennyire hihetetlen, sajnos igen, van amikor akár egy hónapos bevételük meghaladja az 1 millió forintot, kisgyerekek, tehát, és hát gyerekek, hát kamaszok, 18, 17, 16 éves emberek. Hát nagyon furcsa dolog ez, gondolkodtam én is ezen, hogy belevághatnék, és egy idő után ténylegesen nekem is megnőne a közösségem. Nem, nem tudom, mit tegyek, srácok, mert tehát a nézőszám az botrányos. Botrányos a megtekintésem. Nyilván ez az iskolának köszönhető, mert hogy kb. két-három nap alatt megnézik százan a videómat, tehát ez mi is, rácok, ez, ez nagyon botrányos, nagyon gyenge, nagyon-nagyon gyenge. Viszont ha arra szavazok, hogy áttérek én is erre a másfajta tartalomgyártásra, akkor, ahol kicsit színészkedni kell, stb. 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 Akkor viszont valószínű, hogy jóval nagyobb lesz a megtekintésem. Biztos, biz, ebbe, ebbe az egy dologba biztos vagyok. De nem biztos, hogy lesz olyan közösség. Nem tudom, srácok, ezt, ezt a videót azért akartam kirakni, még hétvégén biztos, hogy hétvégén, vagy talán kedden lesz az a videó, amikor a saját, azaz az első videómra fogok reagálni. Ugyanúgy fészkam csak akkor jobb lesz a minőség. Most ezt így gyorsan telefon, telefonról veszem fel, mert ez, ezt már akartam így. Akartam egy ilyen videót, amiben ezt elmondom így véglegesen. Hogy mire döntsek, nem tudom. Tehát nagyon nem tudom. Igazából nagyon sokan vannak, akik csak azért vannak itt, meg azért, hogy... Tehát azért sorsolások vannak igazából. Van, aki csak azért van itt. Nem csak olyan ember van, aki azért van itt, aki... Aki ténylegesen nézőm. És mindegy, mit csinálok, akkor is szeret, és néz, és támogat. Szóval, srácok, azokat szeretném, így most, így, aki itt van, és napi szinten, vagy folyamatosan, amikor a videó van, megnézi. Szeretném kérni azokat az embereket, kommentbe, mm, jó páran írjatok nyugodtan, mindegy, csak annyit írjatok, hogy itt leszek, mindegy, mit csinálsz. Tehát, Szeretném tudni, kik azok, akik, akiknek teljesen mindegy, hogy mit fogok csinálni, így is, úgy is engem fognak nézni. Engem is, természetesen, mert hát azért van egy-két youtuber még rajtam kívül. Szóval igen, srácok, eléggé szar minőségben, de így most teljesen láthatjátok az arcomat. Akinek, akinek nem tetszik, fogadja el, akinek tetszik, fogadja el. Nekem teljesen mindegy ez a dolog. Hát, ugye ma nem volt videó, és volt, de le is szedtem, mert tehát rage game, rage game, sokat kell még tanulnom, ez tény. Na mindegy, ez a videó ennyi lett volna, ha hát tetszett, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, és... Ja, a komment szekcióban azért írjátok meg, amit kértem, tehát aki itt lenne mindig, 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 mindig. És erre a videóra most jöhetnek ezek, hogy izé rákos fejed, stb. 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 Le fogom tiltani a búspicsába, nem fogok ezekkel foglalkozni. Nyilván, aki még ugye nyertes volt a sorsolásokban, az akkor meg fogják kapni hétvégén. Tehát, jó, ennyit szerettem volna. Sziasztok!